Szerintem mindannyian látjuk a nagyvárosi közlekedésben, hogy bizony egyre több az autó. Nagyon sokan szeretjük az autónkat, és hát szerintem azt is mondhatjuk, hogy az autózási szokások is teljesen megváltoztak az elmúlt 5-10 évben. Egyetértek, a Covid még rátett egy lapáttal, hiszen sokan mondjuk hétközben már elő sem veszik az autójukat, akár otthon ragadtak home office-ban, otthonról dolgoznak továbbra is. Szóval az autó szerepe más lesz, inkább akkor veszik elő az emberek, amikor tényleg szükségük van rá, és mondjuk egy hosszabb útra kell kelniük. És egyre nagyobb az igény, hogy az autó használat okos autó használattá váljon, tehát hogy mondjuk például meg tudják nézni azt, hogy mennyit használják az autót, vagy mondjuk hogyan vezetik az autójukat, vagy hogyha mondjuk elromlik az autó, akkor információt kapjanak róla, hogy mi is a hiba, ahogy minden okosodik, így valahol az autónk is. Bevallom őszintén, én imádom, hogy az autósportokat és a telemetria adatok elemzése a számomra egy ilyen kis kuriózum, és nagyon-nagyon szeretem, és nem is gondoltam volna, hogy a hétköznapi autózásban is szóba kerülhet az, hogy mondjuk tényleg ilyen adatokat elemezzen ki az ember a saját vezetésével, a vezetési stílusával, vagy az autójával kapcsolatban. Nagyon sokan nincsenek képben azzal, hogy például miért fogyaszt sokat az autójuk, miért fogyaszt többet, mint másoké ugyanaz a típus. Nem árt néha egy tükör, amiben mondjuk ezt meg tudom nézni, hogy talán túl sok a hirtelen gyorsítás, talán túl sok a hirtelen fékezés, és ez mondjuk nem annyira gazdaságos. Sőt, ha már vannak ilyen telemetriai adatok, akkor egyre inkább megjelennek azok a fajta szolgáltatások, amik erre építenek. Akár arra például, hogy az alapján fizesd a biztosításod díját, hogy mennyit vagy úton, tehát idő alapon, vagy akár mondjuk, amikor megállsz valahol, akkor automatikusan kapj egy parkolásértesítést, és amikor elindulsz az autóval, akkor ne kelljen keresgetned a leállítás gombot, vagy nehogy Isten el is felejted leállítani a parkolásot, hanem leálljon automatikusan, hiszen mondjuk a telemetriai adatok alapján lehet látni, hogy te elindultál valahova. Vagy akár arra is jó, hogy mondjuk riasszon, hogyha valamilyen problémád van, mondjuk eltávolítják az eszközt, vagy hogyha mondjuk elindul az autó, úgyhogy nem te vezeted, vagy nem te vagy ott, tehát hogy ismeretlen próbál elindulni az autóval. Maga a technológia az egyébként egy 10 éves technológia, ezáltal 10 éves autók felokosítása is lehetővé válik egy ilyen telemetriai eszköz használatával. Van egy kis eszköz, ami alapvetően az adatokat képes szolgáltatni az alkalmazás számára, és sokkal pontosabb információt képes adni ezeknek a szolgáltatásoknak a hátteréül. Szóval ez lesz valahol a jövő. A csatlakoztatása sem bonyolultabb egy pendrive számítógépbe dugásához képest, tehát nagyjából ugyanez a mozdulat egy picit szélesebb eszközzel. Gyakorlatilag ez bárki magának végre tudja hajtani, és lehetővé válik számára, hogy felokosítsa az autóját.